A Sikerszféra együttműködő partnere a Mercedes-Benz Hovány. Partnerünk a Powerfruit italok forgalmazója, az Airwater Kft. Mi lenne, ha megtudná a titkát? Van egyáltalán receptje? A siker az, amit én annak érzek. Sikeres pedig az, aki este lefekszik és reggel felkel. De a siker ez nem elég idézeteket olvasni. Hisz a világ a példáktól fog változni, nem a véleményektől. Én színházban nagyon szeretem a sikert, és valahogy nekem, ha azt kérdezed, hogy mi az, hogy siker, az az, amikor a nézők nagyon sokat tapsolnak, fújognak, és úgy állnak föl, és jönnek ki, és széthúzzuk a függönyt az ajtóból, és jönnek ki, és azt mondják, hú, ez jó volt, jó, de jó volt, jó, ezt még egyszer megnézem. Eszenyi Enikő Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, rendező, érdemes művész, a Víg Színház igazgatója. A Színház és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát, innen a Víg Színházba szerződött. Közel 30 éve rendez Magyarországon, de külföldön is letette a névjegyét rendezőként. 2009 óta vezeti a Pesti és a Víg Színházat. Több mint 25 nagyjátékfilmben és legalább ugyanennyi tévéfilmben szerepelt. Ne kérdezzétek, nem tudom. Dávid! Dávidkám! Itt vagy kicsi? Hogy lezárod jobban? A végét, mert a múltkor nem lett lezárva. És elindulunk egy másodikú. Fölvettem. Nagyon jó most. Na, tőlem mehetünk. Mehetünk, megyek! Gyertek! Mi van? Érkezés, ünneplés van. Nagyon boldog Milyen? Születésnapot. Azért, mert jó, lemaradtam, és nagyon szégyellem, és nagyon kellemetlen, de itt vagyok, és azért jöttem, hogy a 38. karriered 38. évét megünnepeljük együtt. Aranyos sikerben, boldogságban, egészségben, és minden jót kívánva neked, Enikő. Jó, de aranyos vagy. Majd amikor tudod, akkor belekóstolok, és tudom, hogy a túrós próbáltam megfelelni az ízlésvilágnak, kérdeztem, hogy de szeretném, hogyha együtt ünnepelnénk, és ez egy olyan csoda műsor lenne, ami számodra is maradandó, ami a sikerről szól. Hát most már szól. Az lesz maradandó, nagyon kedves vagy. Ezt elsütötted nekem? Összetettem. Csókollak. Köszönöm szépen, nagyon megható. Köszönöm. Hát azért még nekem az életemben egy riporter nem sütött tortát. Elvesztem csak, hogy ne legyen képben. Ma olyan értem, hogy... De fogom, tartom, elrakom, csak ezért ide rakom. Enikő drága. Hogy legyünk, mondjátok? Hát így nagyjából. Innen beszélj velem. Innen. És akkor innen veszel. Jó. Akkor várjatok, ezt nehogy rájöjjön valaki. Csak azért, mert már nekem csak 15 percem tudjuk. Van. Ó, bőven megeszünk. És ilyenkor mindig izgulok már nagyon. Bocsánat, hogy közben udvariatlanul festem magam, Nem. Én azt tudom, hogy te csinálod mindig magadnak. Tehát ezt nem adod ki a kezedből. Nem az, hogy nem adom ki a kezemből. Ez nem szokás a Víg Színházban, hogy mások fessenek bennünket. Pedig az ember... Van, amikor ilyen speciális dolog van, akkor olyankor van, de egyébként a színésznők maguk festik magukat. Amiről forgatunk, és amiről az egész portréműsor szól, az a siker. Igen. Nagyon furcsa. Mindenkinek más. Tudod, jelent. A Hamletben van egy olyan rész, amikor azt mondják, hogy a siker az egy nagy kurva, és abban nagyon, azzal nagyon vigyázni kell a sikerrel. Te is így érzed? Jó, ha az ember sikeres, de a siker az mindenki másképpen fogadja ezt a fogalmat, hogy siker. Nekem már az is sikeres, ha most itt ennyi
forgatás után aztán jól tudom elkezdeni az előadást, mert ugye ez is egy olyan időszak, ami előadás előtt, ahogyan készülök, hogy most ez engem megzavart. Bizonyára. És akkor szorongok, hogy majd nem lesz olyan sikeres az előadás, mert hiszen nem úgy csináltam mindent, ahogy azt én megszoktam. Úgyhogy én inkább a kitartó munkában hiszek. Azt látom. Mert a kitartó munka az mindig meghozza a várva várt sikert. Láttam azt, hogy nagyon sokan nagyon sokat tesznek, viszont a környezetük, hogyha nem úgy ítéli meg őket, és a siker az nagyban függ a környezettől is. Te tapasztalod ezt? Természetesen az a negatív energia az nagyon el tudja húzni a sikeres embereket, vagy akik nagyon sokat dolgoznak, vagy már rám is szokták mondani, hogy olyan túl sokat dolgozom, negatívvá válik az, hogy valaki sokat dolgozik. De én azt gondolom, hogy a belefektetett munka az mindig meghozza a gyümölcsét. Ez kölcsösen, hogyha akarja az ember, ezt el tudja engedni? Vagy ez lehet ilyen sikerfüggőség? Van ilyen szerinted? De az te életedben? Nem hiszem, hogy ilyen van, hogy sikerfüggőség. Valaki nem tud szabadulni ettől, és mindent megtesz azért, hogy sikeres legyen. A siker nagyon sok összetevőből épül föl, és nem is tudnám így ezt a fogalmat használni, ahogy most te. A siker az lehet egy pillanatos, fél másodperces siker is. Én abban nem hiszek annyira, és azt meg már nem sikernek nevezem, amikor úgy sok mindenért megdolgozik az ember. Azért gondolom, hogy azt inkább hagyunk, és jó, menjetek. Mert az a biztos, hogy ha te ezt készülünk. De azért volt benne két mondat, igen, amiért sem. Mindenképp folytatjuk, amikor tudjuk. Most már el is búcsúztam tőletek. Igen. Szerintem majd akkor telefonálj, hogy mikor. Igen, a kolléganőddel akkor megbeszéljük, hogy akkor hogyan. A Vígszínház felé tartunk. Este 8 órakor van jelenésünk, 8 óra 5 pár perc, én már szeretek mindig időbe odaérni, soha nem kések sehonnan lehetőség szerint. Időpontot 8 órára kaptunk Eszenyi Enikőtől, hétfő van, ugye ez az adás szombaton és vasárnap kerül képernyőre, ami azért is nagyon necces, mert hogy igazából az utolsó utáni pillanatban fogunk szerintem elkészülni, és este 8 órától van időnk leforgatni azt a riportfilmet, amit önök majd láthatnak a képernyőn, kifulladásig szerintem forgatni fogunk, fogalmam sincs, hogy ő mennyire álmos, mennyire fáradt, azt nem tudom, és hogy meddig fogja bírni. Azt kell tudni egy év iránt, hogy mi ezeket a riportfilmeket jobb esetben egy egész napon át forgatjuk, tehát 10-12 órán keresztül, de rosszabb esetben, vagy annyira el szoktak tolódni ezek az interjúk, hogy valamelyiket 2-3 napig is forgatjuk. Én ilyen rövid idő alatt portrét még soha életemben nem készítettem. Ráadásul úgy, hogy folyamatosan jövünk, megyünk majd a színházba. Egy darab helyszínünk van, a színház, ugyanis Eszenyi Enikő reggeltől estig szerintem a színházban van, ő kinne mozdul. Megkérdeztem tőle, hogy megyünk-e fodrászhoz, kozmetikushoz, étterembe. Azt mondta, hogy mindent a színházban végez. Ott megcsinálják neki a haját, sminkelik, szóval hogy az összes idejét, amit csak lehet ott tölt, kivéve amikor valami bemutató van és külföldre utazik. Lassan haladunk, de azért időbe ide érünk itt a Víg Színház már, és szerintem azért lesz érdekes az ő élettörténete, mert hogy Enikő 38 évvel ezelőtt, még a főiskolás évei alatt ugye itt töltötte a gyakorlatát, és utána közvetlenül ide szerződött a bocs, piros, nem megyünk át, nehogy véletlenül bújtessenek. Sorry. Szóval, hogy itt töltötte a főiskolás éveit, és 38 évvel ezelőtt ide szerződött a Víg Színházhoz, 2009 óta pedig irányítja ezt a létesítményt, és borzasztó kíváncsi vagyok arra, hogy lehet az, hogy egy alkotó ember egyébként megtanulja azt, hogy hogyan kell világítani, hogyan kell a pénzügyekkel bánni, közgazdasági dolgokhoz, szóval, hogy mindenhez kell érteni, hiszen itt több tucat család élete függ tőle, meg hát több mint 1700 nézőt szórakoztatnak esténként, szóval egy izgalmas projekt lesz a mai, remélem, hogy sokáig bírjuk majd az éjszakázást. Bernike, gyorsan megnéztek engem is.
Jó, ott nézem a fényeket. Azt nézd! Itt van egy csúnya árnyék. Kicsit még nem tudna lejjebb hozni, hogy ne ennyire... Lassítom, hogy kell ülni ilyen nőiesen. Audrey Hepburn-ösen. Azt mondták, hogy tanuljak meg Audrey Hepburn-ösen viselkedni. Nem az a karakter vagy. Igen. De azért, mert hogy azt a látságot tanulni kell. Mert hogy elférkés. De miért, miért választanál mást, mint amilyen vagy? Na, azt nem mondom el, miért van. De lehet, hogy hozzád jövök ilyen coachingra majd. Nőként egy ilyen szerepben, amiben te vagy, olvastam, hogy a Forbes magazin 2 éven át a kulturális életben a legbefolyásosabb nőnek választott téged. Igen. Ez mit jelent pontosan, hogy legbefolyásosabb nő? Te hát ezt tőlük kellene megkérdezni. De milyen hatást érzel te ezáltal? Mit jelent ez pontosan, hogy legbefolyásosabb? Mire van befolyásod? Én szerintem ilyenkor sokan azt gondolják, hogy sok mindenre van az embernek befolyása. Jó lenne a munkatársaim fizetését tudnám emelni, akkor elmondhatnám, hogy én vagyok a legbefolyásosabb nő. Nyilván azért az a szakmai múlt, ami van mögöttem, és az a munkamennyiség. Ugye az embernek szerintem valahol célja, hogy egy kicsit a közízlést próbálja formálni, hogy hatással legyen a közízlésre. Te mikor érezted ennek a súlyát, hogy van hatásod, hogy tudod formálni a közízlést? Cél volt ez egyáltalán nálad? Amikor az ember elkezd elindulni ezen a pályán, akkor nem gondolkodik egyáltalán ilyesmiben. Színház csinálásban egyébként mikor érezted a hatást? Tehát amikor az ember elindul persze a pályáján, onnan, ahonnan te indultál? Én egy nagyon kis faluból indultam el, Csengerből, de most már ez a kis falu, ez város lett. És azért is van a falam úgy kiképezve, hogy egyrészt egy ilyen, nekünk tapasztott faluházunk volt, és itt is úgy van, hogy ilyen ágakból, meg mindenféle más anyagból van, egy kicsit emlékeztessen engem erre a csengeri létre, ami számomra nagyon fontos. Figyeljetek, nem jó úgy, Berni, menj ki, muszáj kimenni azért, mert mozog. Kiviszem a nagybecs. Jó, menj. Jó, jó, de légy szíves, menj ki. Csak azért, mert közben, ha úgy van, igen, akkor... Jó? Jó? Menjetek, menj ki. Köszi, köszi. Tudod, mert ott mozgott a kis fehér. Én nem látom. Hát mert te nem látod, ja, most okay. Már mindegy, most már nyugodtan tudunk beszélni. Aranyos nagy. De figyelj, te mi figyelsz a lámpára, a fényekre, az árnyékra, az emberekre, a fehérre, periféria mindenhol. Ez idő. A hátam mögött is látok. Azt tanultam, hogy mindent szenvedélyesen kell csinálni. Nagyapám szenvedélyesen csinált mindent, és ha ugye mondjuk a sikerhez ez mindenképpen fontos, hogy az ember nagyon szenvedélyes legyen. De ha mondjuk almaszedés volt, akkor minden almát le kellett szedni. Úgy nem lehetett, hogy egy ki kellett válogatni, aztán szóval amit elkezdtünk, be kellett fejezni. Plusz ennek a szatmári népnek van egy nagyon erős szellemessége és humora, amit azt hiszem, hogy én örököltem. Szóval ott mindenki... A hátad mögött mondták, hogy a humorodra majd figyeljünk, mert te vicces vagy. Igen, igen, hogy vicces igen, igen. Szóval igen. Ehhez mindenképpen kell humor, hogy az embernek legyen szenvedélye, de humora, kitartása, akarja. És a akarat ereje, és az örök kíváncsiság. Uh-huh. Tehát én mindenre kíváncsi vagyok, minden érdekel, minden urat így megnéztem most, hogy milyen színű polóval rajta? Fényképeztem kék, azon barna. Azon barna? Hát igen. És azt hiszem, hogy a színház csinálásnak aztán ez a, elindultam ugye, mint színésznő, aztán rendezőként is, és így, mint igazgató, ugye már egy nagyobb egységet irányítok, de ebben mind benne van ez a szenvedély, kitartás, szellemesség. Az, hogy te igazából balerina szerettél volna lenni, csak nem volt lehetőséged adott igen. környezetben erre a dologra. Szerinted számít az, hogy ki hova születik egyébként? A siker szempontjából kinek honnan nem, van esélye elindulni? Biztos vagyok benne, hogy nem. Igen? Nem, mert itt jön aztán a következő dolog, a koncentrálás és a fókuszálás, hogy
tud magad, érez magadban azt az erőt, hogy mifelé akarsz haladni. Engem az érdekel, hogy neked mindig így csillog a szemed? Vagy csak akkor, amikor... Hát, ha jó lámpa van... Jól világítanak, itt már pedig jól világítottak most az tudod, urak, miért akkor kérdez, igen. Hogy szeretettel beszélsz ezekről. Tehát, hogy látszik, hogy szereted ezt, amit megéltél. Tehát szereted az életedet. Olyan szigeten vagyok most is. Itt a Vígszínház az egy ilyen sziget. Itt külön útlevél kell, és most már ugye 10 éve vezetem ezt a színházat, és hát nagyon sok sikert, és hát itt aztán, tehát amikor azt mondjuk, hogy siker, akkor én a sikert ehhez kötöm, a színházi sikerhez, amiről te beszéltél. Igen. Tudod, mióta vagyok itt? 2002. Ja, már nem, hogy igen, tudom. Várjál, 38 83 éve. Óta. Visszakartam számolni gyorsan, igen, tehát 2 évig igen. voltam itt, mint főiskolás, és most már igen. 39 éve. Levente, mi a helyzet? Mi láttatok meg? Mit, hogyha nem lettetek volna még kamera? Szia! Szia! Hello! Szia! Jó, de itt még úgyse jártunk. Hát igazából ez a házi színpad, föl kellett volna kapcsolni előre a villanyt. Elég merész vagy. Nem félted a lábad, a kezed, a nyakad? Nem. Hát én ezt sötétbe is el tudok jönni. Fel van kapcsolva a villany, visszamehetünk, vissza? És egy kicsit ott is. Jó. És a színészeknek meg lehetőséget ad, hogy meg a nézőknek is, hogy közelebb vannak. Úgyhogy ez egy nagyon jó arány, ez a 3 játszóhely. Úgy van egy nagy színház, van egy pesti és van ez a tér is, mert ez a kísérletezés terepe tud lenni. Mi mondtam, hogy az az oldal? Szerintem így nem jó. Nem jó? Nem bizony. Figyeld! Én már megyek el. Ahogy volt jó az előbb. Mi van? Elestél? Ne. Mi a baj? Elestél? Hogy? Nem, semmi. Kivitt a kamerának. Semmi, csak megszédültem. Nincs semmi baj. Az orrod? Igen, igen, de nincs semmi baj. Kérjünk jeget? Dehogy, ne ügyesked, nem, csak megszédültem, bocsánat. Ennyi. Jól vagyok. Csak megszédültem ez a vastalát. Jézusom, mutasd az újra. Nincs semmi. Ne, tényleg, nyugi, tényleg nincs semmi, csak szédülök. Hozzunk vizet? Nem. Tök jó, bocsánat. Hát én csak hát eljöttem ide, és a földön voltál. Te valaki leönt magát. Hasra estél előttem. Voltam. Hát van a ilyen. A nagysága előtt. Hát hasra estél a házi színpadon előttem. Látod, van még ilyen. Egy színészi alakítás is itt megnézhetsz. Van ez így? Na, most akkor úgy álljunk be, hogy jó neked. Most így jó. Ő jól ti álljatok be jól. Csak igen. Azzal arra vigyázz, kérlek. Tényleg nagyon keveset osztasz meg a magánéletedről, nem beszélsz, igen, nem engedsz be. Ez mióta van így a te életedben, és miért húztál egy ilyen határt? Azért, mert így is így is sokszor vagyok a figyelem központjában, úgyhogy szeretnék inkább a munkámmal kitűnni, és mit gondolsz, mint bármi mással. De Magyarországon mit gondolsz, így lehet? Mert hogy azt látom, hogy nagyon sokan azt az utat választják, hogy inkább saját magukat adják el, ahelyett, hogy leraknának egy produktumot. Igen, ez előfordul, de ez a világon most mindenhol van. Talán a televíziók sem úgy érdeklődnek már azok iránt, az emberek iránt, akik tényleg sok mindent letettek az asztalra, és komoly dolgokat csinálnak, hanem olyan könnyebb felszínes helyzeteket és felszínes embereket mutogatni, akik inkább úgy mondhatnám, hogy egy percig sikeresek. És de ez, én úgy gondolom, hogy ez a dolog, ez mindig van valami új dolog, de aztán mindig visszabillen minden az igazságába. De akkor is, hogy nem aprózzál, nem őrül fel, nekem, hanem ad nekem ez az életem, én nekem egész nap ebben vagyok benne. Ez egyfelől jó is lehet, de másfelől nem érzed magad bezárva picit?
Hát holnap megyek Salzburgba, Bovézon az egyik. Éjszaka majd jövünk vissza, de nyilván megnézzük a Messiást. És mikor mész nyaralni? Mikor pihensz? Most nem is voltam az idén nyáron, szoktam menni, de valahogy Csengerben voltam, meg Kolozsvárott. Tehát Büchner azt mondja, hogy a semmittevés az minden bűn kezdete. Én mindig tevékeny vagyok, és mindig szeretem, hogyha valami történik. Valamelyik este egy kollega, elmentem hozzá, és mondta, hogy segítsek egy jelenetbe, és már mondta egy, nem tudom, 10 perc után, hogy most már elfáradt, vagy nem tudom, fél óra múlva hagyjuk abba, és mondta neki, de tudod, hogyha ráállok egy dologra, akkor most addig, amíg ez... be nem fejezzük. Szerencsétlen, ez nem volt megállj, mi? Nem, fél kettőig csináltuk. Soha többet de... nem hívod. És figyelj, így megállnál előttem igazgatóként egy hajcsár, tehát azt mondanám, hogy látom rajtad, nem? De? Mindenben, amiben munkát fektetünk, meg amit kigyakorolunk, az utána megtérül. Az, hogy nekünk most ilyen erős repertoárunk van a színházban, az attól is van, hogy ezek az előadások, ezek amikor próbálva voltak, az úgy lett próbálva, az ott minden fényel, mindenki tudja a dolgát, és ezért mindig azon a maga színvonalon tud menni, és mindenkit ez inspirál. Mindig a munkáról beszél, mindig a munka. Te miről beszéljek? Nem, azt akartam mondani, hogy te nem hiszed el, hogy valamit kaphatsz úgy csak az élettől, hogy az úgy, tudod, így szerencse, így megadatik, hanem tökre azt mondod mindig, hogy meg kell dolgozni. A sofőröm szoktam mondani, a Gyuri, csodálatos ember, hogy általában mindenre rájövök, kitalálom test, beszédből elolvasom. Tehát így mindent tudok. És mindig mondta, hogy a lottószámokat nem tudom. Mondom, azt azért nem tudom, mert az nem érzelmileg köthető. Ha minden nap ugyanaz a emberek húznák ki, meg akkor minden, akkor már tudnék valamit buherálni ezzel a történettel, de így nem. De hogyha azt mondanák neked, hogy fele annyi szakmai siker, de több élet, tehát, hogy... De te teljesen úgy ott a fényképező géped mögött, te úgy képzeled, igen, hogy nekem nincs életem. Hát ez egyáltalán nem igaz. Tényleg? Persze. De én ezt nem tudom mire vélni. Komolyan? Hát úgy képzeled, hogy az nem élet, hogy valaki itt van egy irodában. Például már arról is azt gondolod, hogy nem élet, pedig élet. Éve, amikor igazgató lettem, akkor készült a fal, és hát... Várjál, a fényeket akarom, hogy jó legyen neked. Menjenek utánad a fények. Hát itt van John Malkovich, mondjuk. Igen, nagyon sok meghívásom van külföldre. A Prágai Operában rendeztem a Hangpipőkét, és voltam, hát az nagyon nagy élmény volt most nyáron. Szentpéterváron már régen voltam, Kolozsvár. Most Kolozsváron voltam. Szóval ez 3 színház, 3 játszóhely, esténként 1700 színházba járó ember. Tudod, azt őket rá kell venni, hogy 6-kor vegyék a kabátjukat és jöjjenek a Víg színházba. Azért az... Felelősség. Az én felelősség, igen. És mindenre kell figyelni. De nem mindig mosolyogsz ennyire, ugye? Tehát, hogy azért én azt látom... Nem, van, amikor nem. Fordítás, kiabálás, idegesség, nem is az, hanem ez a teher, ez szerintem felörli az ember. A gyerekeknek. Ja, engem nem őrült föl. De szoktam mondani, hogy ne ijedjenek meg például, ha komoly vagyok, vagy úgy megyek, mert ugye annyi minden jár a fejembe, hogy is valamit kérdeznek, vagy valamit, de még én még egy következő történetben vagyok benne. Sőt, már szerintem 3-mal előrébb. Hát igen, mert sokszor van úgy, hogy valaki beteg lett, azt kell intézni, aztán nem tudom, hova kell menni, mit kell csinálni,
Tudom. Milyen próba igen. van. Szóval azért ez egy picit néha olyan, mint egy intenzív osztály. Tehát azt látom, hogy te pszichológus vagy, technikus, hangmérnök, rendező, tehát hogy konkrétan én minden. Persze, de mert hogy tudod, azért a női lélek azért más, mint a fiúké. Tehát mi lányok sokkal érzékenyebbek vagyunk, és az idegrendszerünk mondjuk hamarabb el tud fáradni. Én elég jól bírom, de valamikor nekem is pont akkor, amikor nem várja senki, például el tud szakadni a cérne, mert ugye annyi minden van, hogy... De hát az meg borzasztó fontos, hogy legyenek női vezetők, és a női gondolkodás érvényesüljön, mert azért ez egy másfajta út, amit mi szoktunk járni. És egyáltalán nem mondom ezt, hogy ez különlegesebb vagy jobb. Uh-huh. Csak másképp közelítjük meg a dolgokat, és egyébként nem mindenki van hozzászokva. Uh-huh. És még ugye ehhez hozzá kell szokni. Itt a Víg Színházban azért már hozzászoktak, hogy egy nő vezeti a színházat, de akik mondjuk újak jönnek, azoknak még furcsa, hogy nem férfi főnökük van. Életszerű. Leöntöttem magam vízzel, na, de majd meg fog száradni. Nézzétek, milyen szépen leöntöttem magamat, úgyhogy adjatok egy hajszárítót. Ez azt hiszem nagyon izgalmas lesz a nézőknek. Gyere be! Itt nagyon nagyok a bevételek, és nagyon gyorsan tud változni, és nagyon nagy mínuszba lehet kerülni. Te egy alkotó ember vagy. Engem azért érdekel, hogy egy alkotó ember hogyan tud pénzügyekkel bánni. Érted? Tehát, hogy hogyan a saját házamat is, bár úgy mondom, hogy ketten, de hát én építkeztem, aki egy házépítésen túl van, az azért elég sok mindent tud. Nézd, hogyha én ránézek egy díszletre ma, behozza a díszlettervezőn, pontosan meg tudom becsülni, hogy az mennyibe kerül, kb. Mennyi annak az építése és mennyi a bontása. Nagyon nagy szerencsém volt, amikor a Víg Színház igazgatója lettem, akkor ugye a műpát akkor építették, és ott volt egy csodálatos ember, akit én halálosan szerettem, a Kis Imre, aki előtte az operának volt a gazdasági igazgatója. Meg a miénk is egy picit. És ő hozzájártam, ő készített föl 10 évvel ezelőtt. Hogyan tanulja meg ezt az ember? De hát... De volt, aki felkészített akkor erre a... Amikor az igazgatóság felé mentem, akkor ő csomó olyan dologra felkészített, amit mint rendező nem tudtam, de hát akkor én már rendeztem. Persze, volt magadtam. 20 éve. Mikor fogadtak el téged? Az első pillanattól kezdve, igazgatóként? Én szerintem egy nőt még mindig nem fogadnak el sem rendezőként, igazán sem igazgatóként. De én azt hiszem, hogy itt a munkatársaimtól én megkapom azt a kedvességet és megbecsülést. Én lemegyek a színpadra, és körülöttem állnak a munkatársaim, és akkor én mondok valamit, hogy szerintem az úgy van, akkor mindig azt szokták mondani, még amikor valami nagyon szélsőséges helyzet van, hogy általában mindig igazam van, de merik sokszor... azt mondani, hogy nem? Igen. Igen, tényleg? Abszolút. Bizonyára neked is sokan mondták, hogy karrierista vagy, de hogy ezt egy férfire nem mondják. Miért nem mondják a férfiak? Miért csak a nőkre nem tudom, mondják? Mit jelent, hogy karrierista. Tehát az ember, hogyha egy nagy karriert csinál, én erre a karrieremre büszke vagyok. Uh-huh. És hát tessék utánam csinálni, tessék Szlovákiába, Amerikába, Csehországba, mindenhol rendezni, mindenhol szót érteni az ottani emberekkel. Irigyelték sokan ezt tőled? Mit látsz? Nem tudom. Ki akarták venni a kezeit közül? Hát már egy párszor, igen. És akkor mi hogyan viselkedsz akkor? Anya rossz lány? Anyatig is vagy? Ja, nem. Nagyon fókuszálok a feladatomra, a feladatommal foglalkozom mindig. Higgadt tudsz maradni? Szolgálni ezt a házat, ez a hivatásom. Az vagy. Életed árán is akkor? Hát igen, tulajdonképpen mondhatom. De miért? Lehet, hogy nagy szava. Hogy miért? Mert hiszem.
Na, ez a kérdés. Hát hitem van, hiszek valamiben. Kezdetektől fogva. Aha. Hiszem, hogy ezzel a dologgal meg tudom változtatni a világot. Tényleg. És erre mondták azt, hogy naív vagy te, hogy próbálod megváltoztatni az embereket, és... Mindenki, de nem csak én, itt, ahogy vagyunk, sokan együtt, hogy van olyan pillanat, hogy tudunk valami olyasmit adni, amit más nem. A pillanat művészeténél csodálatosabb nincs szerintem. Ezért te akkor. Igen. Ez a legkisebb öltöző a színházban, és ebből a legkisebb színházi öltözőből irányítom sokszor a színházat. A Rutkai az milyen hatással volt rád? Tehát az, hogy egy embernek tehát olyan környezetben szocializálódik, ahol egy Páger van, egy Rutkai van. Darvas Iván van, Hilda. Kobi. Tehát, Béres Ilona. Valakinek nyomás, valakinek teher. Van, aki összedől a teher alatt. Tehát, hogy ha ilyen nevekkel kerül össze. És no, vagy... csodálatos művész volt az Éva, és csodálatos nő. Segített, úgy, támogatott nekem... téged? Neked nagy segítség volt az, hogy egyébként melletted volt? Vagy nem tudom, milyen kapcsolat? Nagyon sokat tanultam tőle, de nagyon sokat néztem őt színpadon, próbákon. Az a kép ott annyira kifejező. A ti? Hát... Igen, meg ott van alatta a Vera is. Vera volt a legjobb barátnőm, úgyhogy igen. Helyes volt, hogy olvastam rólatok, hogy 40 négyzetméteren laktatok egy ilyen szociális bérlakás. Mi volt az? Valami... Nem tudod a nevét, mi? Mi volt Na, a neve? Fiatal vagy. Igen, lehet, bocsi. Szükséglakás. Jó, szükséglakás, elnézést. Igen, szükséglakás. Szóval, hogy az onnan egy eljutni... Utcával. Tehát csenger, szociális bérlakás. Jó, az már egy nagyon jó helyzet volt, amikor szociális bérlakás volt. Képzeld el, egyszer laktunk egy olyan, nagyon sok albérletben laktunk, de laktunk olyan albérletben is, ahol közös volt a konyhánk, és egyik szobában mi laktunk, a másik szobában pedig hát a lakás tulajdonosa. Aha. Tehát csak egy szoba és közös konyha és közös fürdőszoba, az nagyon rossz volt. De sok ilyen helyen voltunk, mindig volt valami. Jó, de ezt most nehogy... Jó, de cuki! Meg ahogy beszélsz róla, az is cuki. Hát ezek is még, hogyha az ember ilyen körülmények között lakik, de szerelmes, akkor mindent megbocsájt az életnek, nem? Igen. Kinyitod? Kinyitom. Sötét van, és ugyanezt is lakunk. Nem, dehogy is. De már szerintem kinyitották. Szokott magára vigyázni, vagy teljesen mindegy, mit mond neki az ember? Mit hallottam? Micsoda? Hogy szoktál magadra vigyázni. Igen. Oldala. Ilyen nagyok vagytok itt is. Igen, Úristen. Hát tulajdonképpen már másik színháznak nem nagyon van már varrodája. Nagyon sokszor képzeljétek el, mikor gyerek voltam, vagy hát még kisebb voltam, akkor ezen az asztalon ültem itt, bugyi melltartó, vagy még az sem, és akkor itt pihentem, és itt feküdtem. A fittségedet azt minek köszönheted? Az genetika, vagy baromi sokat dolgozol érte? Nem, vagy az, hogy iszonyatosan sokat nyújtasz, de hát, jogázol, Tudok ilyesmit csinálni, most nem értem rá. Vannak előadásaim, abban nagyon komoly fizikai munkám van, mondjuk minden. Hát a premiéren hány kilót fogysz? Hát sokat is, plusz abban is nagyon sokat gyors öltözöm. Meg azt láttam, egyébként tök vicces volt, amikor próbáltatok szöveget, még a előadásod, akkor felüléseket csináltál. Persze, én mindig... Úgy szoktam a szövegeimet is mondani, hogy futok körbe a színpadon, és általában a legnehezebb monológiaimat, vagy azt mindig futva szoktam mondani. Főleg, ami a darab végén van, az mindenképpen valami fizikai teljesítményhez is kötöm, mert általában egy előadás végén mondjuk olyan 200 oldalnál már nagyon kifáradsz. És hogyha ahhoz jól leterheled magad, tehát mondjuk egy vége monológot el tudsz mondani futásban, és úgyis jól tudod venni a levegőt, akkor mire odaérsz, addigra nem fogsz annyira elfáradni, mert kondicionálva vagy. Az azért kemény meló. Képzeld el a kertész kutyáját, régen tudom, itt volt kint. Az a kedvencem volt régen. Tényleg? Igen. Láttad? Talán itt volt. Azt nem látni.
Az vicces. Itt van, nézd, pont itt van a kertész kutyájáról egy kép. A ma születésnapos eszenyelnikő. Napos eszenyelnikő, a játszik rendőző. Igen, és ez a kertész kutyája jelmezen volt. És Ács Jani rendezte, egy csodálatos rendező egyébként. És azt például úgy próbáltam, hogy súlyok voltak a lábamon végig. 2 kilós súly volt minden két lábamon. És akkor azt, amikor levettem, és úgy kezdtem el a végén próbálni, ugye iszonyú könnyedén mentem, mert végig minden jelenetet hosszú ruhában voltam, aha, és a bokámra rátettem ilyen súlyokat, hogy még kifinomultabb legyen a járásom. Mi az, amit bevállalsz egyébként? Minden hát nem tudsz azért rólam olyan képet, mesztelen képet nem tudsz mutatni, nem tudsz elő, vagy színházban nem voltam mesztelen, filmben elég szégyelős vagyok, és nem szorongok. Ha valamit ezt nem gondoltam arra, szerintem ezt arról is, ahogy a faluról hoztam, hogy... A szemérmessége? Igen, talán igen. A maradandó sikerek, tehát gondolom, hogy minden taps jó érzés, de hogy ami nagyon mélyen megmarad benned? Például soha nem felejtem el, egyszer fölléptem Nyírbátorba délután 3:30-kor. Egy néni hozott nekem 3 piros almát, meg rizst, mert valahol olvasta, hogy én rizst, ilyen zöldséges rizst eszem, meg 3 kifényesített piros almát. Én úgy éreztem Nyírbátorba, hogyha én a párizsi olimpia színpadán lettem volna, akkor sem lett volna nekem nagyobb dolog, mint hogy ott játszom. Nem mész el addig, amíg meg nem tudom kérdezni azt, hogy de kislány, ilyen se volt még egy eszenyelnyőkő. Szóval, hogy a... Tudok varni is különben. Te tudsz? Igen, kérdezem. 8. megtanítottak varni. Helyes. Ennyit sikerült elérnünk az iskolába. Szóval, hogy annyira pöröksz és annyira mész, és azt mondtad, hogy egyik előadása a másik után, van időd egy pillanatra megállni és élvezni azt, amit a boldogságot? Rengeteg időt töltök azzal, hogy nézem az előadásokat. A legnagyobb boldogság az, hogy minden este, amikor én nem játszom, és van olyan előadás, mondjuk, amit rendeztem, akkor én leülök a hátsó sornál, leülök a földre, és iszonyatos boldogsággal tudom végignézni a kollégáimat. Mindig a segítő szándék van bennem, de szigorú vagyok. És akkor megyek, és akkor még mondasz, még így csináld, még úgy csináld, és akkor értem, én meg nagyon élvezem. Soha semmi. Tudom, hogy nehéz lenne szint vallani, de hogy az ember nem... De mitől csömöröm lenne? Hát azt, hogy a 24-ből 24-et itt vagy, és ennek élsz, és ezt csinál. Értem, hogy a de hát mindig más van, mindig más színdarabok, más alkotókkal találkozom, újabb emberekkel, újabb életszakaszokkal. Tudnád elengedni? Mit? A Víg Színházat. Nem, azt soha nem engedem el a Víg Színházat. Tehát most 2020-ban is pályázol. Igen. És szeretnél újra igazgató lenni. Persze, hát ez természetes. Olyan természetességgel jön az embernek. Valaki azt mondja, hogy köszi, nem bírom, nem tudom már csinálni, de elfáradtam, nem tudok több fizetést adni a kollégáknak, meg van kötve a kezem, ott hagyom, inkább felállok, inkább színésznő leszek, benned soha ilyen. Te egyszerre szeretnél színésznő lenni, igazgató lenni, és én bírod. Az idén nekem nem volt bemutatóm. Tehát én nem játszottam az idén, mint színésznő. Ezek az előadások, amik mennek, ezek a Vágyvillamosát 20 éve játszom, a premiernek tavaly volt a bemutatója, tehát az idén nekem nem volt bemutatóm, mint színésznő. Csinálom az újabb és újabb terveket, még nagyon sok tervem van, meg nagyon sok olyan dolog van, amit elő kell készítenem a jövő évadot. Tehát itt tervezed még. Hát igen. A műsortervezés, meg az egésznek a működtetése, ugye az nagyban függ tőlem természetesen, de ez egy közös munka, tehát annak a logisztikáját, hogy ismerjem azt, hogy a román meg tudja rendezni, az az én szakmai tudásom, hogy tudjam, hogy a románnak egy olyan példánya van az Anna Karenjinából, mint senkinek, és az egy nagyon jó példány, hogy azt kivel fordítassuk le, hogy az magyarul olyan legyen, és itt is nagyon, hogy olyan jelmezés díszlettervezője és zeneszerzője azt kiosztja, azt próbálja, és te már csak a próbát
és a színészek pedig, aki egy nagyszerű társulat, eljátszák, és siker van. Vagy jó, de ez ilyen mondott, egyszerű lenne, a... akkor mindenki sikergyáros lenne, érted? De hogy az, hogy hát az ízlése egyszerű... találkozzon a közízléssel, az szerintem nagy meló. Hát az, az a 40 év van, amit itt töltöttem a Vígszínházba, hogy ismerem a nézőket, ismerem a világ folyását, a körülöttünk lévő érzékenyek vagyunk, de nem csak én vagyok érzékeny, hanem ha bejönnek hozzám, és azt mondta a Hasi és az Attila, hogy ők most a Nagy Gatsbyt szeretnék megcsinálni, és az Adrián, akkor én tudom, hogy ők meg tudják csinálni, mert én figyelem az ő munkájukat. Na, szóval nagyon sok fiatal, én is így indultam el, csak én nem itt indultam a Vígszínházban, a budapesti kamarába. Mert én például szorongtam, hogy nekem majd nem fogják engedni, és inkább máshol. Akkor még én nagyon úttörő voltam ebben is, és akkor így indult el a rendezői pályafutáson. Tudtán. De hát nem nagyon sok nő rendezett abban az időben, és főleg nem rendezett még akkor színésznő. Ugye, én tudod, mitől félek, Enikő, de most ez komolyan gondolod? Hát az, hogy tűnsarkúban itt szambázol. Ne éskedj már, menjetek. Oda fölmész? Biztos. Hogy? Hát négy kézláb? Hát nem. Én nem, miért? Én itt hátul tartalak. Miért? Nem tudom. Hát holnap de... előadásra kell lennie. De fel akartam jönni, mert olyan szép a ködbe. Jézus! Ezt soha nem gondoltam, hogy itt ide jövünk forgatni. Csak jó, nem jó helyen vannak, arrébb kell vinni. Biztosításod van? Persze, hogy van, mindenkinek van a Vígszínházban. Te mit szoktál itt csinálni, vagy ki jössz ide, nézelődsz, átgondolsz dolgokat? Sokszor jövünk forgatni is ide. Ez a kis folyosónk, ez csinálok egy Klasperimentál című workshopot nemzetközi csapatnak. Sokan jönnek fiatalok, és az egyik helyszínünk meg ez is. Az előbb ott nem beszéltünk arra, hogy az emberek nagyon sokan a kudarcokból építkeznek. Te a sikerekből, kudarcokból miből építkezel inkább? A kudarcról még nem beszéltem. Én nagyon. Úgy gondolom, hogyha, mert nem úgy élem meg, hanem úgy, hogyha valami nem sikerül, akkor megpróbálom még egyszer, akkor megpróbálom jobban. Uh-huh. Kudarc minden pillanatban van, mert megy egy próba, lehet, hogy 10-től 11-ig tök jól megy, de vagyunk 20-an a színpadon, és más a bioritmusa mindenkinek, és egyszer csak az egész bioritmus fordul, és az egész átfordul negatívba. Bármi jöhet, és akkor a próbán az egy kudarc élmény. De akkor majd jövünk legközelebb, tök jó kedvünk van, megcsináljuk. Aha, érdekes, csak hogy az ember miből tud merítkezni? Tehát, hogy te miből merítesz? Hogyan már? Tehát, hogy értem, hogy innen a darabból, az előadásokból, az emberekből, de miből még? Mert ez ennyi éven keresztül, 24 órában nagyon, nagyon kimerítő. Hát azért nem 24 órában. Hát jó, de hát amit itt mondták, ez... hogy mennyit dolgozol, nagyon sokat. De én ezt nem munkának élem meg. Gondolom. Én hivatásnak élem meg, és nem munkának. Én foglak. Ja nem az a... Nem. De! Jézus! Márti! Ne, nem baj, fogom! De nem, semmi baj, csak nekem túl magas. A sarkad, vágom. De szerintem ez csodálatos. Túl vékony. És belemegy a lupba. Ennyi. Meg vagy? De semmi nincsen. De nehogy azt higgyétek már, hogy mint valami... Nem, de azért mégiscsak te vagy itt a központi figura. Köszönjük szépen ezt a kis kirándulást. Szerintem jó volt, mert egy kicsit valami. Az energián kis megváltozó. Volt levegő. És már csak mondja a szubjektívből hátra. Addig megfogok. Fölveszek titeket is. Húlyám. Jaj, úgyis szeretnék forgatni. Az nem úgy megy a magától. Arról szeretnél beszélni, hogy hol képzeled el magad még rendezőként, színésznőként, filmesként? 5 év múlva? 10 év múlva? Nem tudok ilyenről beszélni, mert annyi mindent kell egy nap megoldani, meg a holnapot, meg holnap után, és rengeteg tervem van sok minden. Alkohol? Igen. Milyen?
Nem mondom, hogy nem szeretem. Fogadj sok szeretettel, és akkor még van egy ilyen kis likőrünk. Likőrű. Szóval fogadj sok szeretet, és nagyon szépen köszönöm, hogy részese voltál a mi sikerszféránknak. Még a bugyút adhatok egy puszit. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, nagyon aranyos vagy. Ilyen köszönöm gyorsan a tortát. Jó, köszönöm. Meg mindent. Meg a fiúknak is nagyon szépen köszönöm. A műsor támogatója a City Taxi mobil applikációja. Partnerünk a Mátyás keserű likőr forgalmazója a Kunság SZSZ ZRT.